Sikeres diákmunkaprogram, közel 5000 diák kóstolt bele a munkavilágába a vakáció ideje alatt Szabolcs-Szatmár-Berekben. Megújult a Fiók könyvtár friss könyvállománnyal, és új környezetben várják a Nyíregyházi Józsa városi Fiók könyvtár olvasóit. Megyejárás. Négy vidéki templomban adtak koncertet a 15. Cantimus Nemzetközi Kórus Fesztivál résztvevői. Magasabb kormányzati támogatás, magasabb órabérek, több munkáltató és még több munkavállaló. Ez jellemezte a nyári diákmunka 2024 programot. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Román István főispán a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal sajtótájékoztatóján elmondta, a 16 és 25 év közötti tanulók korosztályából a nyár folyamán közel 5000-en vállaltak munkát a vármegyében. Én mindig elmondom, hogy két legaktívabb korosztály az óvisok, meg a nyugdíjasok. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere és Román István főispán köszöntötte az időseket a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ egyik foglalkoztató termében. A Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal sajtótájékoztatójára érkeztek mindketten, amelyen a nyári diákmunka vármegyei eredményeiről számoltak be. Kovács Ferenc elmondta, Nyíregyházán 615 diáknak tudott az önkormányzat munkalehetőséget biztosítani, a közigazgatástól a turizmuson át a nevelési és kulturális intézményekig. Sok területen tudtuk fogadni a diákokat. Nagyon fontos abból a szempontból is, hogy azok a diákok, akik itt tervezik az életüket, majd már, ha a tanulmányokat befejezték, legyenek lehetőségeik megismerni azt, hogy milyen szakterületen, mivel jár a munka, és legyen kedvük majd itt maradni Nyíregyházán. Idén nyáron a szociális gondozásban is kipróbálhatták magukat a diákok. Korábbi tapasztalatom azt mutatta, hogy ide valamiért nem jöttek a diákok, és az, hogy most a fenntartó részéről egy megkeresés ért minket, ennek rendkívül örültem. És többek között azért, mert én azt gondolom, hogy maga az, hogy ez alatt az idő alatt a diákoknak volt lehetőségük betekinteni a mi szociális ellátásainkba, szolgáltatásainkba, az egyfajta szakmai orientáció lehetett a számukra. A programban minden eddiginél többen vettek részt, mind a diákok, mind a munkaadók oldaláról. Megyei szinten közelítette az 5000 főt azoknak a száma, akik részt vettek ebben a programban. Ez teljes egészében hazai forrásból megvalósuló program, azaz hazai adóforintokból. Közel 600 millió forintot kaptunk a központi költségvetéstől erre a feladatra, és a kormányhivatal a saját hazai forrású pénzügyi kereteit úgy alakította, hogy 100 millió forintot erre a célra tudjunk csoportosítani. Így alakult ki az a keretösszeg, ami a rendelkezésre állt összességében, és aminek az eredményeképpen a korábbi évekhez képest többen vettek részt a diákmunka megszervezésében, tehát magában ebben a programban. A 16 és 25 év közötti diákok az önkormányzati fenntartású intézményekben napi 6 órában, az egyéb munkáltatóknál például a mezőgazdaságban akár napi 8 órában dolgozhattak. A kormány 11 éve indította útjára a nyári diákmunkaprogramot, amelynek keretében idén mintegy 3,8 milliárd forinttal támogatta azokat az önkormányzatokat, valamint versenyszférába tartozó munkáltatókat, amelyek diákokat alkalmaznak a nyári hónapokban. A diákok órabére 1500 forint körül alakult. Lényegesen olcsóban lehet tankolni csütörtöktől a benzint és a gázolajat is, az ünnep utáni áresés pedig tovább folytatódhat. A holtankoljak.hu információi szerint a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal csökken, míg a gázolajért bruttó 6 forinttal kell kevesebbet fizetniük az autósoknak csütörtöktől. A csökkenés pontos mértéke a kiskereskedelmi árakban még nem ismert. Jelenleg a 95-ös benzin literenkénti átlagára 612, míg a gázolajé 613 forint. A nagykereskedelmi árak mérséklődése nem meglepetés. A gázolaj mediterrán jegyzés ára több mint egy éves mélyponton van, emellett a dollár árfolyam változása is azt mutatja, hogy a csökkenés folytatódik. A szakértők úgy látják, minden adott ahhoz, hogy a benzinár 600 forint alatt legyen a közeljövőben. Több mint két hónap után ismét zavartalanul látogatható a Józsa városi Fiók könyvtár Nyíregyházán. Az intézmény működtetését július 2-től a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár vette át.
A két hónapos zárvatartás ideje alatt közel 20 000 kötetet, azaz 8 mázsányi könyvet válogattak át. A Fiókkönyvtár immár megújult környezetben és állománnyal várja tagjait. Az Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő tagintézményének óvodásai nyitották meg a sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitót. Kicsit több mint két hónapos bezárás után támogatás hiányában kikerült a józsavárosi Fiókkönyvtár a Nyírségi Könyvtár Alapítvány gondozásából. Több mint 20 000 kötetet mozgattunk meg, 8 mázsa könyvet jelent ez, melyet bedobozoltunk, kiválogattunk, kerültek be a központi könyvtárunk helyismereti gyűjteményébe is dokumentumok, mert azért természetesen leltünk érdekes és a gyűjteményünkbe illő kötetekre. A többsége az elkerült a hátrányos helyzetű szervezeteknek, illetve elszállítottuk, kiválogattuk, de körülbelül 1000 kötet visszakerül ide, az folyamatosan van, folyamatosan azon dolgoznak a feldolgozó kollégák, hogy azokat a köteteket ide visszajuttassuk, de a központi könyvtárunk állományából, illetve a fiókkönyvtárunk, többi fiókkönyvtáraink állományából osztottunk át több mint 5000 kötetet. A tér és az állomány is megújult. Dr. Kovács Ferenc mondandójában a könyvtárfiók közösségépítő erejét emelte ki. Én magam is tudom, hogy ez a könyvtárfiók több, mint egy könyvtárfiók, ez sokkal többet jelent itt a Józsavárosban. De hát az is önmagában nagyon nagy szó ma már, hogy olvasnak emberek, könyveket vesznek ki. Ez nekem, én is elolvasok minden hónapban egy könyvet. Ez nagyon-nagyon fontos. Fontos az internet is, de a könyvektől ne szakadjunk el, azt gondolom. De hát ez egy közösségi szintér is, ami túlmutat a könyvtári funkción. Én szombaton itt voltam, megnéztem, amikor volt a józsavárosi napok, és hogy ez milyen közösségi tér, azt mutatja az, hogy ahányan itt vagyunk, meg amilyen összetételben, ugye itt van a könyvtár, a művelődési központ, a polgármesteri hivatal, a civil szervezetek, és hát azok, akik itt használni fogják, akik remélem örülnek annak, hogy a könyvtárfiók megmarad. Megtalálható a könyvtárban a klasszikus irodalom, a szép irodalom, a krimi és a romantikus kötetek is. Továbbá a legkisebbek örömére egy gyermeksarkot is kialakítottak. Amikor megtudtuk a hírét, hogy ez az alapítvány már nem kap további támogatást arra, hogy könyvtárként működjön, akkor ugye az önkormányzat azonnal közbelépett, és átvette a átvette a működését a könyvtárnak, és így most már a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár fennhatósága alá tartozik, és innentől kezdve is tudjuk, és fontosnak tartjuk, hogy minőségi programokkal és a könyvtári szolgáltatással várja az ide érkezőket és az ide látogatókat. És az egyik legfontosabb alappillére ennek, hogy azért olyan fontos, mert hogy itt egy olyan közösség él, és egy olyan közösség lakik, olyan közösség látogat ide, akik számára nagyon fontos a kultúra. Számtalan civil szervezet és kör mozdul meg itt, például említhetném az irodalmi kört, akiknek nagyon fontos, hogy legyen egy olyan közösségi terük a művelődési házon kívül, a józsavárosi művelődési házon kívül, ahova bejöhetnek kulturálódni, vagy pedig beszélgetni, esetleg a programjaikat megtartani, amellyel színesíteni tudják az itteni lakosoknak az életét és mindennapjait. Az átalakítás előtt 500 beiratkozója volt a könyvtárnak, de az elkövetkezendőkben ezt a számot szeretnék megháromszorozni. A könyvtár irodai szolgáltatásai továbbra is megmaradtak. A 15. Kántémusz Nemzetközi Kórusfesztivál egyik állomása volt a nagyecsedi református templom. A múlt szombati vármegye járás alkalmával 4 településen csendült fel énekszó. A résztvevők koncertet adtak Vállajon, Tiszadadán és Nyírbogáton is. Az ég is megnyílt az énekszó hallatán nagyecseden. Míg a templom ablakain csordogált be a régen várt eső, addig a kórusok tántoríthatatlanul próbáltak az esti koncertre. Fantasztikus a hangulat. Tehát azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült kigondolni előre, hogy mik lennének azok a programok, amik a kórusokat összehozzák, és már most az elmúlt pár nap alatt is olyan barátságok és olyan
fantasztikus atmoszféra alakult ki így a közös próbákon, meg a Kodály iskolának a folyosóin, vagy a próbatermeiben, hogy tényleg azt hiszem, hogy mindenki a mennyországban érezheti magát. A világ minden tájáról itt vannak ezek az énekesek, és függetlenül attól, hogy milyen nyelven beszélnek, vagy milyen idősek, vagy fiatalok, egyszerűen mindenki egymásra talál, és nem tudom, borsózik az ember háta, amikor így benne van ebben a vérkeringésben. A koncertsorozatnak voltak olyan jeggyel látogatható állomásai, melyekre már hetekkel a fesztivál kezdete előtt elfogytak a helyek. Szabó Soma elmondta, abban bízik, nem lesz ez máshogy a Continental Arénában sem, a fesztivál záró rendezvényén. Az biztos, hogy bennünk már akkor az öröm és a felfokozott hangulat, hogy ezt nagyon szeretnénk mindenkinek átadni, és szerintem, aki csak nézőként is belelát egy picit, vagy rálát egy picit erre a fantasztikus fesztiválra, az is meg fogja érezni ennek a lelkületét, és mindenképpen megéri csatlakozni hozzánk a koncertek alkalmával. Ritka pillanat ez. Mi is ugye két évenként szervezzük Nyíregyházára, és most már az elmúlt fesztivál is olyan régen volt, hogy alig emlékszek rá, de most hirtelen megint minden erőre kapott, és minden lelkesedéssel tölti meg a várost. Azért is jó, most itt Nagyecseden vagyunk éppen, mert látom, hogy a vidéki közösségek is megmozdultak, úgyhogy itt is a nagyecsedi összefogás annyira erőteljesen érződik, sok segítő be van vonva a szervezésbe, itt gardíroznak bennünket, hogy az eső elől hova meneküljünk, úgyhogy nagyon köszönjük mindenkinek a segítségét. A nagyecsedi református templom csodás akusztikája csak tovább emelte a délután fényét, ahol fellépett az ÉSZ TV gyermekkara, a Tajpei Filharmónia ifjúsági és gyermekkar és a New Amsterdam ifjúsági kamarakórus, és természetesen a Kantemus kórus család fiúkórusa is. A fesztivállal egy időben Szabó Dénes Kossuth Díjas karnagy mesterkurzus tartott, melynek résztvevői hasznos karvezetés technikai és előadói tapasztalatokat gyűjthettek, valamint a nyíregyházi Kantemus kórus együtteseinek munkájába is bepillanthattak. Peron közé esett egy ember a nyíregyházi vasútállomáson szerdán délután. A Debrecenből Záhonyba tartó személyvonat már elindult, amikor egy a peronon álló fiatal nő megszédült, ennek következtében pedig a vasúti sín és a peron közé esett. A szerelvény azonnal leállt, a kiérkező mentők és tűzoltók pedig megkezdték a tudatállapotánál lévő nő kiemelését. A sérültet a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították. Több mint 150 vendéget várnak az idei Kálai Világ találkozóra Nyíregyházára. A háromnapos eseményt augusztus 23-a és 25-e között rendezi meg a Kálai Gyűjtemény. Az erről tartott tájékoztatón bemutatták azt a szobrot is, amelyet Ilosvai Gusztáv, Ausztráliában élő szobrászművész adományozott a múzeum számára. Az alkotó maga is kálai leszármazott. Ezzel a szoborral gazdagodik a Kálai Gyűjtemény állománya. Az alkotást Ilosvai Gusztáv, Ausztráliában élő szobrászművész adományozta a múzeumnak. Az alkotó a Kálai család világtalálkozójának apropóján tért ismét haza, ő maga is a család leszármazottja. Erről a szobor körülbelül 10 éve készült el, vagy 13 év, valahogy így, és Kanadába vezető utam alatt jött az ötlet, hogy villant be nekem, hogy 1956 mit jelent számomra, és amikor megalkottam, akkor úgy hittem magam is kicsit, hogy ups, ez erősre sikerült, de 56 nem volt egy majális. Úgyhogy alapvetően nagyon kényelmes voltam aztán vele, és számomra ez mindent elmond, amit 56 el kell, hogy mondjon, úgy az utókornak, mint a jelenkornak, és hát nagyon remélem, hogy egy jó helyen lesz itt Nyíregyházán a család és ebben a környezetben. A Kálai Gyűjtemény tavaly ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját, amikor okleveleket adtak át a család utódainak. Az ilosvai házaspár az eseményen nem tudott részt venni, az idei rendezvényen azonban megköszönték a múzeum eddigi támogatását. Kicsit két szerepben vagyok itt, hiszen Ilosvai Gusztávnak vagyok a felesége, aki ezt a szobrot most a múzeumnak ajándékozza. Már két szobra van itt a múzeumban, Ádám és Éva, amit még abban az időben, amikor abban a másik épületben volt a Kálai Gyűjtemény, akkor ajándékozott a múzeumnak, és
Nem sokkal később volt egy közös kiállítás is, az Ilosvai családnak a kiállítása a Kálai gyűjteményen belül. A másik szerepem az, hogy én a New South Wales-i Magyar Szövetségnek vagyok az elnöke Sydneyben, Ausztráliában, és számomra nagy öröm volt látni, hogy a gyűjteményben sok olyan kiadvány, könyv van, amelyet olyan emberek írtak, akiket én személyesen ismertem ott Ausztráliában. Ulrich Attila Nyíregyháza alpolgármestere azt mondta, a Kálai család leszármazottainak világtalálkozója nem csak ennek az évnek, hanem az évtizednek is a kiemelt eseményei közé tartozik. A világtalálkozó az egy nagyon fontos történet Nyíregyházában, mint hogy a Kálai család is fontos történetet játszott a város életében. Ugye itt a különböző kontinensekről, a világ különböző pontjairól érkeznek a Kálai családhoz tartozó emberek. Különböző nyelveket is beszélnek már nagyon sokan. Az, hogy szerintem a nagy részük először jár Nyíregyházán, és először látja meg ezt a múzeumot, ami a család nevüket őrzi. Valószínűleg közelebb hozza őket a városunkhoz, és talán ahhoz az érzéshez is, amely mutatja, hogy a Kálai gyűjtemény milyen jól őrzi azt az emlékcsoportot, amit ők adományoztak, ugye legelején Kálai Kristóf által, és talán többször visszajönnek, és lehet, hogy lesznek közülük olyan adományok, olyan adományozók, amely tovább gazdagíthatja a Kálai gyűjteménynek az anyagát. A találkozót második alkalommal szervezték meg, az elsőt közel negyed százada 2000-ben tartották. A háromnapos programsorozatot augusztus 23 és 25 között rendezik meg. A szervezésben aktívan kivettük a részünket, a fő motorja szervezésben Kálai Helén, de igyekeztünk a keze alá dolgozni, hiszen 23-ától regisztrációval kezdődik, indul a program itt a Kálai gyűjteménybe, közel 150 kálai leszármazott látogat el hozzánk a világ minden pontjáról. Ebben van a programban egy Kálai gyűjtemény megtekintése, majd szombaton pedig egy konferencia 10 órától a Váci Mihály Kultúrás Központban, amely a Kálai család életéről és életével foglalkozó konferencia. Vannak gyerekprogramok, hiszen 18 gyerek is érkezik a családtagokkal, itt a Kálai gyűjteményben, illetve az állatparkban, mellette lesz egy díszvacsora, és Kálusemjében vasárnap pedig folytatódik a családi program, hisz az egyik fontos központja a Kálai családnak a Kálai kúria. A világtalálkozóra még azoknak is hazahúz a szíve, akik ugyan kálai nevet viselnek, de nem beszélik a nyelvet, és még sosem jártak Nyíregyházán. A 150 vendég a világ számos pontjáról érkezik. Többek között Németországból, Franciaországból, Amerikából, Svájcból, Olaszországból és Horvátországból is. A héten két felkészülési mérkőzést is játszik a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák pénteken Debrecenben a Deac első csapata, szombaton a Continental Arénában a Deac második csapata ellen lépnek pályára. Közben elkészült az NB1B piros csoportjának sorsolása. A nyíregyháziak szeptember utolsó hétvégéjén hazai pályán a Vasas Akadémia ellen kezdik a bajnokságot. Már teljes kerettel dolgozik a bajnokságra készülő nyíregyházi férfi kosárlabda csapat. Tarján Izsák visszatért a 3x3-as válogatottól, és megérkezett az amerikai légiós Tyrik Lokur is. Merin Mekmedovics vezetőedző szerint eddig a tervek szerint zajlik a felkészülés. Munka jól megy. Most ez olyan, láttunk, hogy a fiatalságnak nagyobb az akkorát, mint a tudását. És akkor még sűrűbb edzünk, minden termet próbáljuk kihasználni, hogy tudjunk készen állni valahogy olyan sitkujánú tornánál, hogy legyünk úgy, ahogy kell. Új srác, aki jött Amerikából, illik ebben, amit mi akarunk, fiatal, és pont úgy, amit vártunk, tudod, B-ligában mit kell hozni, szerintem fog hozni. Egészségesek vagyunk, nagyon ambiciózusok, ezt a fiatalság engem is inspirálja, én is most állandó itt vagyok, próbáljunk csinálni úgy, ahol legjobban kell. A 23 éves amerikai Tyrik Lokur első idényét kezdi majd külföldön. A 183 cm magas irányító egyetemi pályafutása alatt végig az NCAA első divíziójában szerepelt. Mint elmondta, az egyetem után mindenképpen szeretett volna Európában játszani. The reason I took this chance was due to the fact that
Nagyon szimpatikus volt a Nyíregyháza ajánlata. Nagyon korán felvették velem a kapcsolatot, és már a nyár folyamán többször egyeztettem a szakmai stábbal, illetve az edzőkkel. Illetve nekem az volt az álmom és a célom, hogy befejezve az egyetemet Európába tudjak igazolni, és a nyíregyházi csapat ezt megadta számomra, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy segítségükre lehetek idén. Mohácsi Máté szerint fontos, hogy már a felkészülés kezdetétől teljes kerettel tud dolgozni a szakmai stáb. Most már tényleg egy kosárlabda csapatnak nézünk ki, hiszen mindenki itt van, több mint egy hete folyik így már a munka teljes kerettel. Szerettük volna idén nem elkapkodva ugyan, de időben elkezdeni a munkát fix csapattal, hiszen tavaly láttuk, hogy sok problémát okoz, hogy esetleg nem találunk időben légiós, vagy nem olyat találunk. Hogy miért esett Tyreekre a választás? Egy igazán jó egyetemi programból kerül ki, ugye az NCAA első divíziójában játszott 5 éven keresztül. Felvettem a kapcsolatot a volt edzőjével, a volt csapattársai egyikével, illetve leszkautoltuk, a szabad így mondanom. Mindenbelileg mind játékos szinten egy olyan játékos sikerült igazolnunk, aki nagy segítségre lehet idén. Egyes-kettes poszton bevethető, továbbiak majd a későbben kiderülnek róla, de azt gondolom, hogy miután mindkét pozícióban játszott, és jól játszott, jó számokat hozott, mind pontban, mind asszisztban, ezért igazi vezére lehet a csapatnak. A Kékcápák a héten két felkészülési meccset is játszanak. Pénteken Debrecenben a Deac, majd szombaton a Continental Arénában a Deac 2 lesz a nyíregyháziak ellenfele. Közben elkészült az NB1B piros csoportjának sorsolása. A Kékcápák szeptember utolsó hétvégéjén hazai pályán a Vasas ellen kezdik a bajnokságot. Híradónk végére értünk, úgyhogy jöjjenek főpíreim még egyszer röviden. A tavainál többen, közel 5000 diák próbálta ki magát valamilyen munkakörben, ez derült ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal statisztikájából. Román István főispán azt mondta, az idei évben a központi költségvetésből 600 millió forintot kapott a kormányhivatal, amelyhez további 100 millió forintot csoportosítottak át. Megújult környezetben és könyvállománnyal várja a látogatókat a Józsa-városi Fiók könyvtár Nyíregyházán. Az intézmény működtetését a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár július elején vette át. Az intézmény célja, hogy az eddig beiratkozott több mint 500 olvasói létszámot megsokszorozza. Ennek érdekében a 2 hónapos zárvatartás alatt átválogatták és frissítették a könyvállományt, a kölcsönzés mellett pedig irodai szolgáltatásokat is kínálnak a tagoknak. A világ minden tájáról érkeztek fiatalok a 15. Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztiválra. A Vármegye járó programban idén 4 templomban adtak ingyenes koncertet a résztvevők. Kedves nézőink, Önök augusztus 22-én csütörtökön a Kölcsey Televízió iradóját látták. Friss hírműsorra a legközelebb holnap este jelentkezünk, és ne feledjék, várja Önöket a weboldalunk is, ahol újra megtekinthetik a most elhangzott tudósításokat. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken felfrissülést hoz a reggel, 13 és 18 fok közé hűl a levegő, napközben a derült napos időben 29 és 34 fok közötti értékek várhatók. A déli szél olykor megélénkülhet.